Hazaértem, és valamit gyorsan rögtönöznem kell, mert holnap délután találkozom az egyik ismerősömmel, akinek van egy drónja, és én még soha nem láttam élőben drónt, és szeretném kipróbálni, megnézni. Viszont ő meg szeretné kipróbálni az autót, amiben most elhagytam egy csavart. Úgyhogy most valamit rögtönzök. Na, itt az aksit azt kiveszem. Az aksit is mindenképpen fel kell töltenem holnapra. Most ez megint szép koszos lett. Viszont a kerék belsejét elkezdtem szépen legyarulni. Jó lesz. No, nézzük mekkora a baj. Ez itt a probléma. Ez teljesen jól működik. Innen meg kiesett a csavar. Hogy a fenébe esett ki, nem volt eléggé meghúzva. Ja, nem vettem ki az aksit. Azért ezt az elsőt is majdnem elhagytam. Ez se túl egészséges, ahogy áll. Ez nagyon laza. Teljesen kint van. Itt látszik, hogy ott a nagy hézag. Igen. Tehát egy ilyen csavarról van szó, amit elhagytam. Olvastam valahol, hogy indulás előtt ellenőrizni kell a lengéscsillapítókat, meg úgy a futóművet, de azt pontosan nem értettem, hogy mit kell rajta ellenőrizni. Ha jól olvastam, angolul volt a szöveg, hogy itt ne legyen benne a rugókba semmilyen kavics, vagy szennyeződés, vagy ilyesmi, de ezek szerint a csavaroknak a feszességét is ellenőrizni kell. Ez a mai nap tanulsága. Viszont holnapra valamit ki kell találnom, mert így nem tudok elmenni. Szeretnék drónozni, a Sanyi meg biztos szeretne autózni egyet, úgyhogy mindjárt kitalálok valamit. Na most próbálkozom. Az az ötletem, hogy az aksit azt lehet, hogy le tudnám rögzíteni gyorskötözővel, és akkor viszont ezt a kis tartónak a, mondjuk ennek a csavarját, vagy ennek a csavarját alulról ki tudnám venni, mert ahogy nézem, ugyanúgy lapos fejű kis fekete csavar, és hát, ha van ilyen hosszú. Gyanús, de meglátjuk. Ez az ötlet nem jött be. Sajnos kisebb. Oké, akkor visszaszerelem. És most oda fogom visszatenni. Így. Oda megy a pöcök, és oda megy a csavar. Most megnézem. Megnézem ezt. Ezt a kis tornyon, ami fogja szintén az aksit. Annak ez a csavarja. Megnézem, az hátha hosszabb. Hát nincs szerencsém. Annyira nem bíztam benne, el sem engedtem a másik oldalon. Hát ezt nem kéne kicsavarozni. Kormányzás. Hát sajnos nincs egy felesleges csavar rajta. Talán ez az első. Ez meg nem is egyforma. De forma egybe a padlólemez. A kopólemez. Ez is kapott már.
Kiárás van, hogy venni kell. Akkor nem tudtam megoldani. Bezacskózom. És holnap szerintem még munka előtt korán indulok és beszerzek valahol ilyen csavart. Mert délután 6-kor drónozunk.